A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2021-ben is egy sikeres és aktív évet zárt, mind országosan, mind megyei szinten. Vendég Edit, Tolna megyei elnök azt mondja, a járványhelyzet ellenére mindent megtettek annak érdekében, hogy a gazdálkodók utóbbiból minél kevesebbet érezzenek, és hogy gördülékenyen menjenek az ügyintézések. Nagyon fontos volt főleg a falugazdászainknak az elérhetősége a tavasz folyamán, amikor az egységes támogatási kérelmek beadási időszak volt, mert a Tolna megyei gazdálkodóknak a 70%-a falugazdász segítséggel adja be az egységes kérelmet. Ez a több mint 5000 beadott kérelemből 3550 darabot jelentett. A falugazdászok nagy segítséget nyújtottak továbbá a kamarai tagjainknak a január 1-én életbe lépett új családi gazdálkodói törvény megvalósítása kapcsán, tájékoztatásban, információban, ügyintézésben elég sok nyilvántartásba vételi problémás esetünk volt, úgyhogy szinte napi kapcsolatot tartottunk a Nébiknek az illetékes igazgatóságával, és ezeket a panaszokat egyedileg próbáltuk megkezelni. A tudásátadás és információátadás kapcsán a falugazdászok több mint 60 kiscsoportos tájékoztatót tartottak a megyébe különböző témákról. Szakmai rendezvényeket is tartottunk az idei évben. Ki szeretném emelni két roadshow-nkat, az egyiket az aratás előtt tartottuk, aratásra való felkészítés kapcsán a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a másik roadshow-nk pedig a Precíziós Mini Akadémia keretén belül zajlott. Itt 5 napon keresztül 5 helyszínen mutattuk be szántóföldi körülmények között a precíziós talajművelőgépeket. Vendég Edit elmondása szerint a kamara immár 7. éve látja el a helyi földbizottsági feladatokat. Tolna megyében 104 települési agrárgazdasági bizottság működik, és ennek több mint 650 tagja vesz részt a véleményezésekben. Az idei évben több mint 3000 adásvételt véleményeztünk, és ebből 196 esetben éltek elővásárlási jogukkal a gazdálkodók. A földforgalmi ügyekhez kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy nagy előrelépést tettünk ugye a 2021-es évben, mert életbe lépett az osztatlan közös földterületek megszüntetéséről szóló törvény. A falugazdászok a jogszabállyal kapcsolatosan is, és az osztóprogrammal kapcsolatosan is kaptak tájékoztatást és képzést, ezért információval és ügyintézéssel is akár tudják segíteni ezeket a folyamatokat. Földforgalomnál maradva, a jövő évi hatalmas nagy feladatunk lesz, úgy vélem, hogy 2022. július 1-től hasonlóan az adásvételi szerződésekhez a földhaszonbérleti szerződések esetében is véleményezési jogot szerzett az Agrárgazdasági Kamara. Tehát azokban az esetekben, hogyha a Települési Agrárgazdasági Bizottság jelzi felénk, hogy adott földhaszonbérleti szerződés kapcsán valamilyen gond van, vagy aggályosnak ítélik meg, akkor be tudunk lépni ebbe az eljárásba is. A szervezet a szakember utánpótlásra is nagy figyelmet fordít. Komoly pályorientációs tevékenységet is végzünk, hogy az agrár- és élelmiszeripari beiskolázás megfelelő létszámú legyen, és az ágazatoknak a szakember utánpótlása meglegyen a jövőben. Mind a két agrárszakképző intézményben a nyár folyamán megtartottuk az egyhetes szakmakóstoló pályorientációs programot, és az ősz folyamán mindkét szakiskolánkban két-két pályorientációs nyílt napot is tartottunk közösen természetesen az iskolával. Jelentős társadalmi szerepvállalásunk a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program, aminek az adománygyűjtését koordináljuk. Az idei évben 91 gazdálkodótól közel 9,5 tonna búza adomány gyűlt össze.